15 semmi. Csak halkan. Nem szabad, hogy kiderüljön. Bejön a doki, aztán elviszi. Kit? Minket. Hova? Ki enged? Ne őrüljél már meg! Sziasztok! Kedves hallgatók, in medias res belecsapnánk a technológiai híreinkbe, a no comment szekcióba, halkan, csöndben, nehogy meghallja más is, az amerikai légierő lelőtte az 1 trilliárd dolláros F-35-ös vadászgépfejlesztést. Mennyi ez? Magyar? Nem. Másfél, és magyarul szerintem csak billiónak hívjuk azt a számot. Nem billió, a billió, na. Az úgy van, hogy el vagyunk 10 a 9-en, ugye? El vagyunk csúszott a mértékegységgel, mert amit mi milliárdnak hívunk, az náluk a billion, és annak az ezerszeresen náluk a trillion, de az náluk még csak billió. Mi még csak. Így úgy értem, hogy... Ez mekkora része a magyar költségvetési hiánynak? Mármint, hogy hányszorosa? Hányszorosa, igen. Ez ezt kérek, mi a kérdés? Ez egy elég nagy szám. Ez így 1500 milliárd dollár, az ugye ezt nem kell megszorozni, csak egy ilyen 300-zal, tehát 450 ezer milliárd forint. Ő, az sok pénz. Az egy ilyen 10 éves költségvetésünk kb. Na, hát... Tehát akkor az államadóságunknak meg egy nagyjából 13-4-szerese. Legközelebb majd fejleszünk mi nekik F-36-ost. Szerintem F-35-ost is fejlesztetünk, úgy tűnik, hogy vevőkre. Ja, végülis ez a Lajstrom szám, vagy sorszám, ez nem lesz nagyon erősen használva. Az a durva, használva. Hogy több mint 600-at legyártottak már belőle, és egyébként ez a teljes élettartamra vonatkozó üzemeltetési költséggel együtt vett összeg. Tehát 2070-ig adnak ki rá ennyit, de ettől még józan paraszti észre teljesen értelmezhetetlen ez az egész szám, és ez ugye egyetlen repülőtípus. Most, ha még gyártanak belőle is valamennyit, mondjuk gyártsanak 1000 darabot összesen, ugye 615-nél járunk most, azért, hogyha ezt 1000-re elosztod, az még gépenként is még mindig egy igen tetemes összegecske. Tehát 1500 milliárd dollárról beszélünk, ami azt jelenti, hogy gépenként, ha 1000 darabbal számolsz, akkor másfél milliárd dollár a költség. Az azért. Ráadásul igazából arcképességében az állítások szerint nem múlja föl az F-15-öseket, ami még a koreai háborúban volt használva. No comment. Ez egy elég nagy bukta. Még jó, hogy volt nekik. Szerintem elég nagy krumplifej lehetett, aki ezt aláírta. Nem tudhatta, hova megyünk. De krumplifej úr vagy krumplifej asszony? Figyelj, éppen a múltkor beszéltünk róla, ilyen már nincs. Légy szíves, ne legyél ennyire földhöz dagadt. Földhöz dagadt? Igen. Vannak a krumplifejek, amik fiúk is lehetnek, meg lányok is, lehet hosszú hajuk, meg szakáluk, ők már csak krumplik. Nincs olyan többet, hogy krumplifej úr, mint azt te megszoktad, hanem olyan nagy krumplifej. És mindenki annak képzeli, aminek akarja az 50 pár nem típus közül. Nem 70-80. Mindenesetre eddig tényleg igazságtalan volt, hogy Mr. Potato Head-ként futott. Szerintem is vannak lányos vonásai, csak még nem fedezték fel őket. Így. Igazságot a krumplifejeknek, a Hasbro ez megtette. Köszönjük. Ezért mindenképpen érdemes újra gyártani mindent, amihez kapcsolódik. Mindegy, értem a lényeget, no comment. A YouTube felügyelt élmény verzióit, azt... Micsodát? Csak úgy nagyon félve jegyzem meg, hogy bevezette nemrég, amiből olyan opciói vannak a szülőknek, hogyha beállítják, akkor a gyerekek vagy felfedező, vagy még felfedezőbb... Nem találtak jobb szót. Így van. Vagy a YouTube nagy része. Opciókat választhatják ahhoz, hogy milyen videókat tekinthessenek meg. Ami csoda jó ötlet, csak egyrészt az elnevezésen még szerintem finomítani kéne. Nem volt rá büdzsé, elfogyott. A másik az, hogy ez egy ajánlói rendszeren keresztül fog működni, tehát ezt 50 telefonnal olyan szépen meg lehet hackelni. Trollok, pedofilok is szavaznak, igen? Uh-huh. Istenem. No comment. Tehát, hogy az eredeti cél az ugye az, hogy megvédjük a gyerekeket, de hát ha a szülő nem tudja, hogy ez hogy működik, akkor az egész bukta. De a Google az néha olyan furcsát húz, nem? Szerintem feltalálta a múltat. A tévében is. Azt találták ki, hogy a Google TV-n ki lehet kapcsolni az okos TV módot, és lesz egy olyan beállítás, hogy nézed a Google TV-n a mindenféle okosító funkciókat, amiket megvettél drága pénzen, vagy ha akarod, akkor átváltasz a basic módra, és akkor képzeld, tudod, mit fog tudni a tévét? Elképesztő, mit fog tudni. Lejátszani TV-t. Azt, ami a kábelen belemegy. Ó. Semmi mást. Egyébként ez nem annyira butaság, mint aminek tűnik. Ez az Androiddal felszerelt tévék számára készült,
ami ugye 2-3 év múlva már nem kap új Android frissítést, és akkor már ugye... Akkor csak belátták, hogy az androidos tévék azok egyébként Jack Street. Igen, ilyenkor pedig úgyis külső okosító boxsal fogod fölturbózni a képességeit. Nekem is Chromecast van hozzá kötve, amit akkor húzok ki, amikor akarok. Basic és akkor ahhoz meg tényleg fölöslegesek ezek a képességek. Így van. Viszont egy dolog még, hogy ezt a basic módot csak telepítéskor válthatod. Oh-oh. Tehát, hogyha egyszer beállítottad, akkor az már úgy marad. Jó, akkor maradok a mostani setupnál. Van egy Chromecastom, és azt akkor húzom ki, amikor kedvem tartja. Egyébként sokkal olcsóbb volt, mint egy tévé, nekem így megérte, de hát őszintén nem értem ezt a basic módot, tehát hogy így most kérek elnézést. No comment. Tudod, mit nem értettek még az utóbbi héten? Bill Gates föltalált valami újat. Mire biztat éppen minket? Egyetek marhát. Nem, nem. De? Egyetek labormarhát. Csak szintetikus marhát. Miért is? Én nekem van egy olyan érzésem, hogy van neki némi részesedése a Beyond Meat-be. Ez nem egy érzés, ez egy közismert tény. Van valami piac befolyásolási hatása annak, hogy egy ilyen közismert személy megjelenít egy hírt, hogy márpedig milyen jó lenne az. Mert ha a laborban előállított húst eszed, akkor azzal valójában az ökológiai lábnyomodat csökkented, hiszen nem kell hozzá megtermelni azt a rettenet sok millió tonna marhahúst, ami ugye rengeteg fű leelvésével jár, erdők felégetésével, hogy tudjanak enni a bocik, meg aztán a metánnal, amit kipukiznak. Tehát összességében milyen bazi jót teszel vele a földnek, arról nem beszélve egyébként, hogy milyen jó sok munkahelyet teremtesz azzal, hogy azt a rengeteg húst laborban elő lehet majd állítani. De Freud bácsi örülne, ugyanis Bill Gates szó szerint azt mondta, hogy minden gazdag országnak át kéne állni a 100%-os szintetikus húsfogyasztására, hiszen úgy is hozzá tudtok szokni a különbséghez. Így van. Mert hogy állítólag kicsit kevésbé van olyan íze, mint az eredetinek, de hát ugye ez megszokható. Még egyszer mondom, hozzá tudtok szokni. Ja! You can get used to the taste difference. Nem mi, ti. Tehát igen, igen, értjük a motivációt, több jut neki. Ez nem tűnt fel. Azt olvasd, ami oda van írva. Jó, jó, jogos, elnézést. Ezt nem jósolhattam volna meg én se. De legalább a Microsoft Word az egyre okosabb lesz, és ő tud jósolni. Állítólag a jövő hónaptól megjelenik benne a prediktív szöveg megjelenítés funkció, ami egyébként mindannyiunknak ismerős a telefonokról már. Ugye ez az, amikor elkezdesz írni egy szöveget, és kiegészíti attól függően, hogy mi a kontextus, hogy minél gyorsabban tudja haladni, gépelni. Space-el ráböksz, hogyha egyet értesz a szóval, és már haladsz is a következőre. Illetve ezt például a Gmail már olyan szinten fejlesztette tökére, hogyha például adott típusú levélre válaszolsz, vagy a tárgyban szerepel valami, mondjuk ilyen HR-es megkeresés, vagy valamilyen klasszikus ügyintézés, akkor rögtön sablon levelet dob eléd, és azt kell csak átírnod. Ilyet fog tudni a Word is? Így van, ez a terv. Mindez sötét módban nyilván, hiszen azt is nem régiben bejelentették. Káromkodik? Nem tudom, egyébként sötét módban csúnyább dolgokat fog írni? Ezért vagy felajánlani? Hogy így, ha sötét módban vagy, akkor ilyen alvilági szleng, vagy ilyesmi. És milyen nyelveken fogja ezt tudni? Ékes magyar hivatali Big Fun nyelvet fog tudni, vagy ki kell majd kapcsolnom? Nagyon érdekes kérdés, hiszen a kiinduló alap az szerintem a SwiftKey megvásárlása volt, ami az androidos telefonokon egy nagyon elterjedt beviteli eszköz, és az egészen profi módon tud magyar felajánlásokat adni, illetve nagyon gyorsan tanulja a teststílusodat is. Ó, hogy ez testre szabott egyedi lesz mindenkinek. Így van, ezek öntanuló rendszerek, és kontextus alapján a leginkább odaillő szót próbálja be. És mindenkinek a saját gépén lesz öntanuló, vagy ez majd azért cloudból tanul közösségileg? Hát mivel ez még mindig a Microsoft 365-nek a, akkor cloudból, a roadmapjén van rajta, igen, majd meglátjuk. Hí, képzeld el! A Google Maps végre, ha már dark mode, kiadja a sötét módot az androidos telefonokra. Én mindig is azt hittem, hogy van neki. Nekem nem. Valahogy soha nem használtam este a térképet. Sose gondoltam arra, hogy az még hiányzik. Én annyira szürreális, nekem is úgy tűnt, hogy ez már egy tehát, hogy régen létező feature. Annyira alapfunkciónak találtam már, igen, a dark módot, hogy azt gondoltam, hogy ha valamin ezen már biztos létezik, de mivel ez egész eddig nem tűnt föl senkinek, meg nem reklamálta hangosan a világ, ezért most jön a kérdés, hogy most mi? Hát, egyszer már meg kell. Lehet, hogy valaki észrevette, hogy nem tudja. Például a Waze-ben megnéztem, van dark mód, mert hogy van nappali mód, meg éjszakai mód.
A Waze az ugye a halagútba lemész, akkor is átkapcsol. Igen, de hogy ugye a Waze az valójában a Google Maps-nek egy alter egója, mert már 5 éve közös, vagy nem tudom, lehet, hogy még több közös termék, mind a kettő a Google-é. Csak még nem döntötte, hogy melyiket heréli ki előbb. Úgyhogy most mindkettőn párhuzamosan dolgozik, hogy visszafejlesz-e. Hogy mivel abban alapvetés volt mindig is, hogy amikor naplemente idejére érünk, és kint sötét lesz várhatóan, akkor ő átvált sötét módba, ezért nem jutott eszembe, hogy ő nem ismeri ezt. Így van, és ugye az Android az szintén tudja már a 11-es óta az automatikus váltást. Így van. Nagyon. Egészen meglepő, tehát, hogy most jutottunk ideig. Korábban csak a telefonokban volt ilyen, hogy különböző gyártók beleégették a saját implementációjukat, most már központilag az Android is tudja. Jön a kérdés, eddig miért? Ne. Igen. Jó kérdés. Vagy ha eddig kibírtuk, most miért igen? Na de várjál, van egy nagyon jó új találmány, ami nekem tökre tetszik. Most a héten jelent meg, hogy van egy bővítmény, ami letölthető a legnagyobb böngészőkhöz. Az Economic Security Project találta ki, hogy feldob neked egy figyelmeztető ablakot, hogyha az adott oldalon a Google, a Facebook, a Microsoft vagy az Amazon szolgáltatásai próbálnának tőled, rólad adatokat szerezni, az futna bárhogy a háttérben. Kicsit tovább megyek, hogyha ezeknek a óriásoknak a szolgáltatásaihoz bármilyen módon kapcsolódik, ami nem feltétlen jelenti azt, hogy bármilyen módon információt szolgáltat rólad, van, amikor egyszerűen csak lekérdezi például azt a betűtípust, amit mi is használunk a weboldalunkon. Igen, a podcast itworks.hu-n. No, ezzel két apró problémám van. A, ez tök jó, és mit érek vele? B, jelen akkor három. Ez tök jó, de marad-e olyan oldal, amin nem jön föl ez a figyelmeztetés? És akkor a 2+1 C, ezt szerinted a Microsoft, a Google és bármelyik másik böngészőgyártó, aki egyébként pont érintett ebben, mennyire fogja tolerálni, hogyha ezeket oda felrakják? Engedélyezett lesz? Büszkén tolerálja, szerintem gyárilag, hogyha ezt egy Chrome-ba telepíted, akkor már a Chrome böngésző, mint hogy Google termék helyből kidobja, hogy hát ez nem fog menni. Értem. Szóval, miért a Microsoft Edge mit fog mondani? Jó, de jó, figyelj! Edge-en nem érhető el még. Hát, mert ők már rájöttek, hogy ezt nem kell engedélyezni. De hogyha Firefox-szal mész, akkor az működik. De képzeld el, hogy a DuckDuckGo, ami egy kifejezetten privacy keresést biztosít, tehát egy ilyen Google alternatíva, aha, amiben nincsenek hirdetések, hasonlók, na, őket is letiltja. Miért? Mert hogy ők is Google fontokat használnak. Oh. Gyakorlatilag ezzel kiírtod magad van egy olyan érzésem, internetről, hogy nem csak az volt az indítatás, hogy bebizonyítsák, hogy mennyire megkerülhetetlen a négy nagy. Hát inkább az, hogy mennyire megkerülhetetlen, és nem az, hogy mennyire hallgatózik utánad. Mert itt nem mindenhol feltétlen a privacy miatt üti ki. Ja. Azért kíváncsian várom, hogy ez a projekt valójában milyen célt szolgált. Én azt gondolom, hogy ez inkább csak egy tényleg egy demonstráció, hogy milyen borzalmasan körbe vagyunk véve négy tényleg alig egy kézen megszámolható szolgáltató által, és a valóságban ez nem fog elterjedni, mert ugye gyakorlati haszna különösebben nincsen azon kívül, hogy egy hét alatt úgy felhúzod magad, hogy felmondod az internet felőfizetésed is. Ha már a Microsoftnál a bocipukit említetted, akkor gondoltál arra, hogy ez mennyire befolyásolja az üveghatású gázok kibocsátását? Üvegházhatású. Szóval, mit csinálsz az üvegházhatású gázokkal? Hát termelem. De én nem annyit, mint például egy bocik. Azok a vagy bocik, meg birkák, ugye, amik azt a rengeteg füvet megeszik, aztán pedig mi esszük meg őket. Már csak ezért is kell laborhúst előállítani, látod? Mert a laborban előállított húsi nem termel annyi metánt menet közben. Így van, és eddig mindenki a marhákra koncentrált. Mondjuk azért, mert a marhák mindig adnak beszédtémet, ugye ezért van az árt osztály. Hát elég nagy marhák, igen. Igen? Ja, semmi politika, bocsánat. Viszont követőik is vannak. Mondtam, hogy semmi politika. Azok pedig birkák. Na jó, tehát a marhák követői a birkák, tehát... Tehát ők is böfögnek, ezzel is... De az a baj, hogy nem csak böfögnek, hanem pukiznek is. Tehát, hogy így mindkét végén eregetik a gázokat. De most ebben a pillanatban a Zlotnikov Diana... Ő hova valósi, hogy nem merem ezt mondani, hogy személy. Személy. New Yorki, igen, tehát ne hívd hölgynek. A fene se tudhassa ezt már, igen. És nadrágban van, tehát farmer. Paraszt. Légy szíves, ne sorold be, ne sorold. Hát te farmer, az annyit tesz angolul, nem? Földműve. Á, jó, oké. Jobbágynak sem mondhatnánk. Lehetne akkor ennyire Balágy vagy Középágy, igen? Maradjunk neutrálisak. Jó, tehát ez a
középágy személy egy olyan speciális alga fajtát keresett, ami képes csökkenteni a bárányok által felböfögött metán és széndioxid mennyisége. Tehát van egy olyan algafajtánk, ez, ha jól tudom, félig mesterséges, ami, ha bele van keverve ezeknek a helyes kis kérődző lényeknek, helyesnek nem mondanám, a bárány az egyik legcsúnyabb állat, amit ismerek, a fejét nézek, mindegyik olyan rémijesztő. Szóval, a bárányoknak meg a bociknak bele van keverve a tápjába, akkor valamiért ők kevesebb üvegházhatású gázt fognak előállítani. Hát életciklusuk során mondjuk ilyen rondául. Ezt kísérletezték ki. Így van. Te figyelj, ez még a no comment szekció. Ez még a no comment szekciónk. Ez akkor jó van. Jó, hát néha olyan találmányok vannak. Figyelj, tudod, milyen találmányról hallottam még? Na, mesélj. De olyan találmány, nem fogod elhinni, képzeld el, a lift azt fejlesztette ki, hogy ezen túl, kapaszkodj meg, leszel képes arra, hogy fölhívsz egy telefonszámot. Mi ez a lift? A Lyft az az Ubernek az egyik riválisa, ez egy autórendelő cég. Jó, csak hogy hát, ha valaki azt gondolta, hogy a... Magyarországon nem nagyon van. De a igen. Másik kontinenseken eltévedt. Ott tartottam, hogy fölhívsz egy telefonszámot, ezen a telefonszámon bemondod a címedet, és az időpontot, amikorra te kocsit szeretnél kérni, figyeled, telefonon, nem appot nyomogatsz. De az kagyi, igen. És oda jön a kocsi időre. Gondoltad már, hogy tehát a technológiai fejlettségi szinten már elérjük ezt is, hogy telefonon lehet autót rendelni? Taxit. Nem taxit, mert nem taxinak hát minősülnek. Mindegy, de azért ez taxi csak. Bérautó. És olyat, figyelj, azt mikor találják ki, most már csak így kíváncsiság, ez egyébként bazió fejlesztés, hú, nem is tudom, mit csinálják. Nem is akartam én is alkalmazást nyomogatni, hanem sokkal inkább kikeresni valonnan egy telefonszámot, és fölhívni azt, és onnan bediktelni a pontos koordinátaimat szögpercre. Ez teljesen egyértelmű. És aztán telefonos kapcsolatban maradni, amíg oda nem ér a kocsi, mert ugye mi van, ha elkerüljük egymást. Tudod, mire gondoltam? Figyelj, olyat nem lehet, hogy leintjük az utcán? Az nem lehetne egy fejlesztés valahogy, hogy valahogy... Telefonnal? Erről nem bunkos bottal. Ja, de arról beszéltünk is, nem? Hogy telefon megfelelő lóbálásával le lehet inteni majd kocsikat. Hogy valahogy ezt jelezzük már, hogyha vannak ilyen szabadon közlekedő, ilyen Uberek, liftek, tehát közösségi személyszállító autók, amik ilyen megosztottak, akkor figyelj, mi lenne, hogyha ezeknek a tetejére szerelnénk egy ilyen lámpást, vagy az oldalára valami zászlót, és hogyha az világít, vagy fölfelé áll, hogyha zászlóról beszélünk, akkor tudod, hogy az éppen leinthető, hogyha meg ki van kapcsolva, akkor csak úgy simán hagyod elmen. Mit szólsz ehhez? Ez bazió fejlesztés lenne szerintem. Egész jó, de hogyha már zászló, akkor lehetne használni valami olyan eszközt, amiben közvetlenül látod, hogy mennyit fogsz fizetni. És amikor beülsz, akkor ezt megnyomják, és akkor ott mondjuk így forogna egy ilyen tárcsa, és akkor mutatná, látod, hogy halad előre aha, mennyivel tartozol. Uh-huh. Ó, figyelj, egy csomó taxitársaság csődbe ment itt a minap. Nem lehetne ezektől valami eszközöket szerezni ehhez? Taxi órát. Aha. Jó, hogy átalakítsuk a taxi órákat ilyenre. És egyébként az megvan, hogy most már annyira intelligensek ezek a személyi asszisztensek, hogy akár szólhatsz az Alexának, hogy hívjon neked egy taxit, aki kitelefonál, kitárcsáz, és hív egy taxit neked. Ahhoz mit szólsz? És ő ott egy másik géppel fog beszélni a nevedben. És egy másik géppel elbeszélget, aki meg hangfelismeréssel értelmezi azt, hogy hova és mit kérsz. Ez már azért igazán jó használata lenne a mesterséges intelligenciának, nem? Igen, amennyiben mindenképpen át akarja adni az emberiség az irányítást az agya helyett bármi másnak, akkor remek az irány. De ebbe tudnál hinni, nem? Nem, és nem én vagyok az egyetlen, aki nem hisz a mesterséges intelligencia hatalmában. Hogy ott van az a Google szökevény Antoni Lewandowski, aki egy Google mérnök volt, és annyira belefeledkezett a munkájába, hogy helyén valónak hogy érezte létrehozni. Várjál, kicsit hátteret az emberről. Annyira feledkezett meg a munkájáról, hogy amikor ott hagyta a Google-t, véletlen magával vitte. Nem megfeledkezett a munkájáról, belefeledkezett a munkájába. Nagyon más. Jó, bele. Ő szolgáltatót kívánt váltani, de a projektet vitte volna tovább. Igen, és ő volt az, akit eléggé gyorsan megvádoltak önvezető autókkal kapcsolatos titkok lopásával, ami után mondjuk nem volt bonyolult, mert megtalálták nála a bizonyítékokat. Tett azért, hogy elítéljék. Na de Lewandowski úrnak az a képessége van, ami számunkra jelen helyzetben releváns, hogy ő egyházat alapított, méghozzá a mindenható mesterséges intelligencia egyházát. A jövő útja egyházát. Ja igen, bocsánat, ez volt a helyes neve. Ami Way of the Future, vagy... Volt
Az ott csak azért kellett beletenni, mert VTF lett volna anélkül. Így. Pontosan. Pontosan ezt szerettem volna kihozni belőle, hogy ez egy VTF egyház. De nem is ez a legdurvább része, hanem hogy valahogy nem akadtak követői. Így aztán idén év elején bezárta. De a szingularitás egyházaként is nevezték, mert hogy ez a mindenható mesterséges intelligencia, ami önfejlesztővé válik. És valószínűleg az történt, hogy lefuttatta végre a teljes szimulációt, és a szingularitásban a mesterséges intelligencia megállapította, hogy neki nem kellenek hívők, mert anélkül is simán átveszi a hatalmat, úgyhogy az egész egyházat elhúzott a vécén, megoldja magának. Köszöni szépen, nem kell benne hinni sem. Így van. Mondhatni, this is the way. Of the future. Eszembe jutott, hogy a tavaly meghalt szegény Maradona, és neki is volt egy tök jó egyház, annak sok-sok követője is volt, a maradonisták. Ők is most egyház nélkül maradtak. Azok nem hosszú táv futók. Hosszú táv fudók. Megadtam. Most aztán itt vannak ezek az AI hívők, ezek is egyház nélkül maradtak. Szerintem lassan kéne nekik valami alternatívát biztosítani. Hát tudod, hogy volt metal egyház is. De elrozsdásodott? Nem, hát a heavy metal hívők azok csináltak ilyeneket. Valószínűleg ők nem hallgatták a Blizzardnak, a játékfejlesztő cégnek a konferenciáján a Metallica koncertjét. Hát, vagy ha hallgatták is, akkor nem sokat hallottak belőle. Hát, vagy hogyha hallgatták, akkor azt hitték, hogy hú, de megváltozott ez a mese. Mert hogy a Blizzard megvette a jogokat, hogy ezt a koncertet közvetíthesse, ugyanakkor nem minden felületen közvetíthetett, tehát a Twitch csatornán... Mégiscsak egy videójátékokat forgalmazó cég, tehát neki nem a Facebook az elsődleges kommunikációs csatornája, Twitch, ha élő eseményekről beszélünk. Így van, egy 8-bites, tehát klasszikus házi számítógépes népzenét vágtak be a Metallica koncert alá, amiben a szürreális az volt, hogy néha a mozgással szinkronba sikerült kerülnie, és úgy tűnt, mintha James Hetfield ténylegesen ezt a 8-bites dalt adná. Ezt játszaná, igen. Oh. Hm. Mi lesz a következő ebből? Hát ugye tudod, hogy az amerikai rendőrök most már bizonyos akciók előtt elkezdenek háttérben hangos zenéket játszani, amiket tudnak, hogy ha fölkerül... Baby shark, tik-tik-tik-tik-tik-tik, tudod, azzal kínosztak is a múltkor. Tehát, hogy leszedessék azokat a klippeket, amik rossz fényben tüntetik fel őket. Például, amikor táncol a rendőr az autójában, Taylor Swiftre? Nem, amikor a gumibot táncol a kezében. Ezt könnyebb eltávolítatni úgy, hogyha a jogsértésre hivatkoznak, méghozzá nem a személyi jog, vagy a rendőr jogai, hanem a zenei jogok sértésére. A rendéber őreiről jut eszembe, azt olvastad, hogy van egy ilyen börtönmenedzsment szoftver a drága nagy Amerikában, azért ott egy páran ülnek sitten, hol jogosan, hol jogtalanul, de ez most nem fontos annyira ebben a témában. Van egy potom 24 millió dollárból elkészített szoftver, ami tulajdonképpen a mi egyetemi rendszerünkhöz hasonlóan egy ilyen kredit számítási feladatot lát el. Minden elítélt, amikor bekerül a börtönbe, akkor az ítéletnek megfelelő év, pontosabban napszám alapján van egy meghatározott kreditszám, amit össze kell gyűjtenie, és minden egyes nap, amikor ő ott úgy el van a börtönben, a magaviselete a börtön működéséhez, a gyártási folyamatokhoz, mindenhez való hozzáállás alapján, hogy mennyire vesz részt a közösségben, milyen jó fej, mennyire termel, tudom én, soron, vagy éppen tanul, kreditpontokat gyűjt, illetve ilyen szorzókkal csökkenti a hátralevő napjait, és a szabadulás napját pedig ez a szoftver határozza meg, az alapján, hogy éppen hány kreditnél jár az ember, így előrejelzi, hogy akkor mikorra jár le a büntetési kredittétel, tehát hogy ez nem úgy van direktben, hogy akkor 1032 év, 44 nap, és akkor te addig ott rohadsz, hanem ezt egészen szépen lehet falig csinálni azzal, hogyha amikor benn vagy, akkor... Uh-huh. És hát kiderül, hogy ez a szoftver nem töké. Nem. Nem. Le kéne csukni, aki ezt írta. Mert hogy kiderült, hogy időnként nem jól számolja ezeket a krediteket, és hát vannak emberek, akik sajnos többet tovább... számol, vagy kevesebbet? Hát ez az természetesen mindig a bentülők kárára. Szóval, hogy sajnos többen is vannak, akik a rendszer hibájából kifolyólag nem kaptak annyi kreditet, amennyit érdemeltek volna ténykedéseik és magaviseletük nyomán, így aztán többet ültek, mint amennyit kellett volna. Ez főleg azért kínos, mert egy csomó embert azért ítéltek el, mert könnyű drogokkal visszaélés volt a bűncselekményük, amit azóta azokban az államokban, ahol ez használatban van, legalizáltak, és az ugye nem azzal járt, hogy automatikusan
amnestiát kaptak, hanem radikálisan csökkentették a büntetésüket. Így van, hiszen már minden egyes napon sokkal többet tudnak letölteni a büntetésükből. Így van, és ugye ezt nem azt csinálják, hogy nem úgy csinálják, hogy felezik a büntetést, és tehát így túl logikus lenne, hanem napról napra egy hitelelszámoló rendszert vezettek be. Szerintem zseniális, hogyha olyan szempontból nézem, hogy ez számos informatikusnak megélhetést ad, és távol tartja őket a börtöntől. Összesen egyébként a károsultak listája az hát minimum 700 fő, de az a beszélés, hogy ez valójában csak a jéghegy csúcsa. Ami a legfurább az egészben, hogy nincsen szó arról, hogy kijavítanak ezeket a hibákat, hanem hát ha így számol, hát így számol alapon, sokan maradnak ott tovább. Kiindulva abból, hogy Amerika azért egy elég demokratikus hely, szerintem ez elég sokba fog kerülni. Lehet, hogy a bugoknak a javítása az olcsóbb lenne, bár most már a hibalista is, az ismert hibalista 19 000 hibajegynél jár. Szóval én lassan ráfeküdnék. Lehet, hogy inkább ezzel kéne foglalkozni, és nem az F-35-ös 6-os projekttel. Ez sokkal érdekesebbnek is tűnik. Ezeknek az elítélteknek tudod, hogyan lehetne még krediteket szerezni? Igen, el kéne őket küldeni egy játékshowba. Így van, például az élő Frogger játékra. A Frogger játék az mi is volt? Ez az, amikor egy ilyen kezdetleges kétdimenziós játékról beszélünk. Van egy békád, ami a képernyő alsó vagy felső oldaláról indul, az attól függ, hogy ki hogy állította be, hogy címpi, és nincs más feladatod, mint át kell jutni a képernyő másik oldalára, szemköztire, miközben előtted autók mennek egy úton, vagy éppen egy folyó van előtted, és akkor azon rönkök úsznak. Krokodilok. Krokodilok, és az a feladat, hogy úgy kell éled, hogy ezekre ráugrálsz, és nem ütnek el. Mármint, hogyha autók vannak, akkor átugrálsz közöttük, és nem mennek át rajtad pont, ha pedig például a folyós részen vagy, akkor mindig pont ráugrálsz a rönkökre, nem beleugrálva a krokodilok szájába, és akkor így szépen utazol egyikkel egyik irányba, másikkal másik irányba, és amikor jön a következő, akkor te átugrasz rá a Peacock Páva nevű. Azt hittem borsófütyi. Streaming szolgáltató arra gondolt, hogy ezt igazából is megcsinálja, igazi élő emberekkel. Ilyen zárt osztályosan végig gondoltuk így a magyar valóságban, ezt hogy lehetne megcsinálni. Egyrészt az önként jelentkezőknél szerintem tényleg a mondjuk az életfolyt vagy nagyon sokáig börtönben ülők esetében fel lehetne vetni, hogy valami elég nagy kredit számmal így az Exatlan után ezt így bedobjuk, mint új lehetőség. Ehhez valamivel kevesebb fizikai erő kell, némileg lehet, hogy több gondolkodás és számítási képesség, és hát ugye van benne némi közvetlen életveszély is, de cserébe előbb szabadulsz, aztán biztos lenne olyan, aki ezt szabad akaratából csinálja a börtönön kívülről. Például a kezdő megoldás az lehetne az, hogy valami 6 szemjegyű vidéki úton kell átjutni. Tehát lehetne ilyen szinteket alkotni, mondjuk egy 5-6-7 szintet. De 6 szemjegyű vidéki főút átkelés, főút, mellékút átkelés egyik oldalról másikra. Körülnézel. De békajelmezben szigorúan, ugye? Jó, legyen békajelmezben, felülem lehet a T-rexesben is. Ja, hát figyelj, azért de ne felejtsük el, hogy ez egy tévésó, tehát valamilyen show elemet mindenképpen kell. Minimum a békajelmez. De békatalp és békaszemüveg se lenne rossz. Jó, de akkor legyen egy jókátyús mellékút, hogy azért legyen benne valami kihívás. Ja, az Magyarországon kihívás, nem. Olyan eső van. Után? Köpönyeg. A béka köpönyeg. Na, mert azért kérdezem, hogy eső után, mert ugye az eső után egy 4 számjegyű főúton vannak akkor a tócsák, amibe elsüllyed. Igen, akkor igen, tehát, hogy azért, akkor még a forgalom nem zavaró, de a békaszemüveg így van, meg a békatalp. Tessék, legyen ott még békatalp is pluszban. Hát, ha mégis valami jön. Hogyha ez túlélte a delikvens, akkor lehetne a level 2, mondjuk... Andrássy út? Szerviz útja, éjszaka. Hát indulsz a szerviz úton, és az rögtön már ugye megadja a második, és a középső rész az pedig a harmadik szintet is. Jó, nappal vagy ilyen? Hát kezdetben én arra gondolok, hogy a legveszélytelenebb talán az, amikor csúcsforgalomba beáll az egész dugóba. Aha, tehát a reggel 7:38 óra. Az lenne a íze. Visszafele pedig már mondjuk olyan 10 körül kell jönnie. De az már akkor a következő szint. Az már a következő szint. Tehát átmegy egy, a 2-es, 3-as szint, és utána... Ugyanez vissza a 4-es, 5-ös. Igen, és a következő szint pedig lehetne az... Könyves Kálmán körút éjjel. Az ott sok sáv, az már komplexitás, még villamos is van. Mondjuk így éjszaka az nem ér, mert elvileg kijárási korlátozás van, de tegyük fel, hogy feloldjuk a kijárási korlátozást egyszer. Vagy csak simán sötétben kell megcsinálni, amikor kisebb a forgalom. Amikor már csak a futárok járnak, meg az utolsó villamosok. Vagy kormozott béka szemüvegbe. Ufú, ott rajta hagyjuk a békatalpat, mert azért ez így 6-8 sávnál már radikális kihívás hátrány. Kihívás az kihívás. Jó, oké. Okay. Utána az M0-ás hidat gondolnám. Melyikre? Az, ha jól emlékszem, 2x3 sávos, és nehezítésnek a lehetne a Dunába végezni. Ja, hogy be kell ugrania? Persze, persze. Az az utolsó szint? H
Hát... Nem, előtte még legyen egy M1-M7 kivezető ott az Osztyapenkónál, léci. Abban azon nagyon jó, hogy van egy rohadt nagy zajkorlát, hogy mi az ilyen elválasztó, amit meg kell pluszban mászni. Na igen, az a béka legyen a talpán, aki azt átugorja béka talpban. Egy kis sportszerű nehezítés. Nem azt mondtuk, hogy el akarjuk őket engedni. Mi is ott akarunk? Az igazán szürreális az, hogy ezt olyan gameshow-nak akarják behozni, ahol nem elítélteknek muszáj menekülő embert játszani. Szabad akaratukból pályázó emberek jöhetnek ide. Szerencsét próbálni. Hát lássuk meg, hogy milyen lesz. Szerintem nem egy nagy ötlet. Főleg a krokodilos rész az, ami... Tényleg, hát ezt lehetne Dunában csinálni. Azt is meg tudjuk csinálni. A Budapest mindenre alkalmas, látod? Krokodil nincs, de kis hajók, meg turista hajók, hogyha végre újra beindul a világ, akkor lesznek. Meg uszályok, az is jó móka. Ezt már lehetne egy floridai mocsárban csinálni. Ja, tehát most így finoman beszóltál Sirilla Györgynek, mert azt mondod, hogy a hajók nélkül csak simán jeges Dunán átúszni, az igazából egy krokodiloktól és anakondáktól hemzsegő mocsárhoz képest, hát gyerekjáték? Nem tudom, feltűnte, de ebben az évben nem volt annyira nagy fagyad Dunán. Nem is úszták. Tehát, hogy ilyen jégtáblákon nem lehetett ugrálni. Nem is választottunk királyt se. Igen, ez az egész móka így elmaradt ide. Hát, ha már móka és kacagás. Na. Mit szólnál, hogyha feltalálnánk egy újfajta karanténkompatibilis szórakozási módot? Karanténkompatibilis szórakozási mód, ez igen jól hangzik így helyből. Mert ugye nem lehet mostanában paintballozni menni, hiszen az egy csomó ilyen emberhez vinne közel, akikkel nem biztos, hogy akarsz találkozni. De hát miért? Hát pont az a lényege, hogy nem közelről kell headshotot adni, hanem minél messzebbről, az úgy vicces. Hogy tudod az igazából megoldani, hogy messzi legyél? Hát, hogy annak most nem a focistára gondoltam. Igen, pedig én erre jutottam. Igen. Akkor mi a második lehetőség? Tudom, sok gyakorlás, és korán kell kezdeni. Akkor tehát végre egy újabb hasznos funkciót talált fel valaki Spotnak. Tudjátok, a most már az alzán megvásárolható Boston Dynamics kutyának. A múltkor nőtt keze, nagyon hasznos, most ki tudja rendesen nyitni az ajtót magának, meg is tudja vakarni a hátát, de most a hátára szereltek egy paintball gépfegyvert. És ezzel meg lehet valósítani a táv paintballozást, ami gyakorlatilag a robot irányításából áll. Te lehet ilyen spotokat egymásnak kereszteni arénában? Nem lesz ilyen sport? E-sport? Uh-huh. Vagy ez nem is tudom minek minősül. Olyan, mint a kakasviadal, csak robotkutyákkal. És lőnek egymásra. Lőnek teljesen szürreális új sport egyébként, amilyen hülyek az emberek, ezt előbb-utóbb fel fogjuk találni. Már közeledik ez az időpont, hogy... Ahhoz kérek egy kis segítséget most így. Föltenném a kezem, hogyha tudunk paintball gépfegyvert szerelni a hátára, akkor igaz itt miért nem? Mert ugye az állítólag nem létezik. Tehát amikor őrzővédő funkcióra van a spot bevetve, mondjuk hadászati célból, akkor is állítólag nincsen felfegyverezve. Csak ugye ez az állítólag nálam ott bukik, hogyha polgári használatra rá tudunk rakni egy játékfegyvert, akkor miért ne tudnánk igazit? Hiszen ez is csak egy drón. Még nem tudunk, azért nem tudunk egyébként, mert a paintball fegyver az nem rúg akkorát vissza, mint egy valós. Vannak ezek a ugye az előbb is spotnál említettük, hogy ilyen virtuális meg e-sportok, és nekem az eddig sem volt teljesen világos, hogy ezeket miért úgy játsszák, hogy bezsúfolják egy arénába a népet, és akkor ott nézhetik, ahogy Kis Pista meg Géza 2 Otto, nem tudjuk, mindenféle ilyen álnevű emberek a számítógépükön mókolnak valamit, hogy aztán egy játékban villámgyorsan, láthatatlan módon elintézzék egymást. Szóval hogy ezeket nagyon szeretik valamiért nézni az emberek, és számomra teljes rejtésokból ezt helyszínen szeretik nézni. Olyan szinten tolják most például Kanadában, hogy Torontóban van több nagyon népszerű, neves e-sport csapat, és képzeld el, hogy egy ilyen tök futurisztikus, űrhajóra emlékeztető e-sport stadiont akarnak nekik építeni 7000 nézőhelyen. Helyi nézőhelyen, vagy távnézőhelyen? Tehát ez on the spot. Tényleg nem értem, hogy miért kéne nekik ott lenni? Nem tudom. Tehát, hogy halvány fogalmam sincs, hogyha valamit eleve is hálózaton játszunk, és arról a képet online közvetítjük, akkor miért akar bárki odaülni, hogy nézze őket közelről, ha csak nem azért, hogy a kézmozgásukat figyelhesse. Ez teljesen érthetetlen és értelmezhetetlen. De hogy ebből rögtön 7000-et akarsz egy helyre ültetni, most a Covid-tól tekintsünk el, mert nyilván az, mire ez a stadion megépül addigra, már remélhetőleg a múlté. Nem, nincs meg, nem tudom, fogalmam sincs, hogy amikor Twitch-en nézik az emberek millió száma közvetítést, akkor miért akarna ennyi ember egy helyre csődülni? Már azt sem értem, hogy a játékosokat miért akarjuk egy helyre ültetni. Megnéztem ennek az arénának a formáját, és nagyon emlékeztet a szomszédunkban levő Kavics Csúf nevű. Jó, az tényleg nem a legszebb dolog. Mi az, Budapest aréna? Vagy? Igen, most azt úgy hívják. Azon gondolkozom, hogy az mennyibe kerül? 100 milliárd körül, az új alagút nélkül természetesen. Mert hogy itt
500 millió dollárt terveznek erre az arénára, és ez egy 7000-es befogadó közönségű. Ha jól emlékszem, a Kavicsennél lényegesen nagyobb. Szóval, hogy 500 millió dollár az mai árfolyamon 150 milliárd forint? Uh-huh. Figyelj, van, amiben Magyarország nagyhatalom, ez szerintem a stadionépítés. Én mindenképpen felajánlanám nekik a kompetenciáinkat és a hozzáértő építőbrigádjainkat. Ennyiből meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy így, én nem vagyok oda a magyar stadionokért, nem sokszor járok ki meccsre, mondjuk úgy az elmúlt 20 évben egyszer se, de azt gondolom, hogy ennyiből nyereséggel meg tudjuk csinálni. Úgy, hogy a stadion is megépül. De cserébe kérnék tőlük valamit. Méghozzá azt, hogy a rendezvényszervezőiket viszont dobják már át egy pár napra, mert hogy... Ja, azt hittem, hogy legyen közbeszerzés. Ahhoz, hogy ez a szám kijöjjön, kellett mögé rakniuk egy olyan tervet, hogy mégis hogy lesz rentábilis, hogy évi 200 darab eseményt terveznek itt. A cica vigye el. Tehát lényegében minden másnap. Sőt. Jó, mondjuk nagy berendezés nem kell hozzá, de például hétfőn, szerdán, pénteken ki a jóisten játszik egy ilyen stadionban nézők előtt? Már úgy értem, hogy kimegy el egy tetszőleges szerda este megnézni 7000-en valamilyen virtuális játékban rekedt fiatalokat. Valószínűleg tartom, hogy itt valaki játszott a számokkal, és csak így tudták rentábilisra kihozni. Mondjuk kreatív, mert nem gondoltam, hogy bárhogy ki lehet. Igen, mert azért a Kavicsban is elfér több mint 20 000 ember, tehát ott azt mondod, hogy ha csak hetente egy rendezvényben, az nagyjából ugyanannyi bevételt jelent, mint hogyha két naponta, két és fél naponta 7000, vagy van két naponta 7000 ember. Max. Jó, nyilván a jegyáraktól még függünk, de hogy az úgy sokkal életszerűbb, hogy hetente két dolgot kell megvalósítani, mint hogy hetente négyet. Meg egy-egy esemény az nem feltétlen egy napos. Most az mindegy, de hogy... Ez gyakorlatilag állandó kihasználtság. Hát, good luck, have fun. Igen, sok sikert kívánunk, srácok. Jó hangzik. Ha már ott ülünk a stadionban, én továbbra is azon vagyok elakadva, hogy de minek mennék oda? Mikor egyrészt tudom otthon nézni a telefonomon, vagy a tabletemen, vagy ha még nagyobbat akarok a tévémen, vagy ha már rohadtul nem bírok magammal, akkor mondjuk egy AR szemüveggel oda tudom tűzni a falamra, ahogy ezt mondjuk korábban beszéltük, mert a Qualcomm végre kiadta azt az AR Smart Viewert, amivel meg lehet csinálni, hogy a te saját lakásodban virtuális kijelzőt teszel valamelyik szép nagy üres faladra, vagy hát ha van rajta valami, akkor mennyi eszed van, és akkor ott nézed, amit szeretnél, amikor arra nézel, tehát nem is mindig kell nézni, nem úgy van, hogy mindig ott megy előtted, amelyre járkálsz a lakásban a kolbászos szendvicsel a kezedben, hanem csak amikor balra nézel az adott faladra. Ez zseniális. Ebben a világban mi a jó Istennek mennék én egy stadionba? Belegondolsz abba, hogy csak akkor villan, akkor van bekapcsolva idézőjelbe a kijelződ, amikor oda nézel. Aha. Tehát nem vibrál előtted a képernyő, csak amikor ránézel. Ez nagyon jó lenne. Mondjuk láttuk jönni. Ezt mi az Árt osztályon egy évvel ezelőtt megjósoltuk, hogy erre szükségünk lesz. Még valamikor az LG kigurulós tévéjénél, amiből azóta se láttunk működő, csak prototípust. Úgy tűnik, hogy a chipgyártó előbb ért oda, mint a tévégyártó. Nekem ez az ötlet tetszik. Mit lehetne még ezzel kezdeni? Például lehetne így a munkateret megoldani, hogy amikor párhuzamos megbeszéléseid vannak, akkor ha balra nézel az egyiken, vagy ha jobbra a másikon. Olyat nem lehet csinálni, hogy egyiken se? Középen nézek valamit? De az a Google kifejezésével élve a KMK mód. Uh-huh. Ezt úgy szeretném, hogyha be lehetne állítani, hogy így az arcod előtt lebeghessen bizonyos helyeken néhány képernyő. És csak így elhesegeted őket? Ne, és akkor meetingen tudod nézni a beszélgető partnert, közben tudsz dolgozni, vagy levelet olvasni. Vagy a VUK-ot nézni. Erre nem számítottál mi? Gondolkozom, miért pont azt? Csak ha rókázná. Hát, mondjuk az AR szemüvektől én általában igen. Nem bírod a valóságot. Elég sok problémám van a létező valósággal, nem kell hozzá még egy kiegészítés. Jó, akkor ne vegyél fel semmit. Vagy inkább vegyél fel semmit. Milyen semmit vegyek föl? A múltkor beszéltünk róla pont így az adás végén, hogy ott van az a bizonyos Nothing nevű képződmény, ami hatalmas hírveréssel ontja a semmit, de még mindig nem tudjuk, hogy mit fog gyártani, igen. És képzeld el, hogy ezen a héten kiszivárgott, hogy mi lesz az első terméke a Nothingnak. Ez egy pár vezeték nélküli fülhallgató lesz, amit egyébként egy designer céggel közösen fognak gyártani, a Teenage Engineering-el. Nem lehet, hogy olyan vezeték nélküli fülhallgatót akarnak csinálni, aminek még fülhallgató része sincs? Ja, hogy semmit. És így semmit. Aha. Könnyebb dobozolni. Nem tudom, én azt nem tudom, hogy hogyan fogják eladni, hogy ez semmi. Vagy ez nem semmi? Mert akkor ugye ez nem jó. Mert akkor az nem jó. Az nem jó, nem jó. És az árára mit fognak mondani, amikor így beárazzák? Ó, ez semmi. Vagy ez nem semmi? Semmi sem drágább ennél.
Nagyon jó pofának tűnik elsőre ez a cégnév, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány helyen fognak majd megbukni a marketing részlegen. Úgy azért hordoz magával némi kockázatot ennek a használata és kihasználása. De elsőre jó ötletet látszott. Jónak tűnt, valószínűleg senkinek nem kellett ez a név eddig. Van ötletem, miért? Psst, bukjál le! Jönnek! Ki? Ők! Doktor úr! Mit tudom én? Jön a vizit? Igen, nem. Mi? Miért? Menjünk! Menjünk vizitre. Mi? Vedd a köpenyed! Jó, maradjatok velünk! Jövő héten újra találkozunk, de most nagyon mennünk kell. Addig hallgassatok, lájkoljatok, sereljetek! Sziasztok! Sziasztok! A legújabb hírek szerint a Facebook előbb-utóbb meghátrál az ausztrál kormány adóztatási ötlete tével szemben. Hogy van ez? A Facebook hamarosan várhatóan meghátrál az ausztrál kormány, nem? A Facebook úgy tűnik, hogy mégis beadja a dereket, és hajlandó lesz adót fizetni, úgyhogy éppen kiegyezőben van a médiatartalom szolgáltatókkal. Van egy új bővítő, mi ez? Bővítmény? Bővítmény, ami letölthető a legnagyobb keresőkhöz. Böngészőkhöz? Böngészőkhöz? Na még egyszer, kezdjük el! Van egy bővítmény, ami letölthető a legnagyobb böngészőkhöz. Néha furcsa dolgokat befögnek ki magukból az emberek. Mert ez így nem lesz jó. Nem? Az előbb már a Microsoftnál mondtam a pukis üzét, tehén pukit. Uh-huh. Nézem, hogy onnan ha már mondtad a Microsoftnál a tehén pukit, tudod milyen érdekes... Bolci puki. Nem jó, az érdekes megint. Bolci puki volt az. Igen. Jó. Ha már a Microsoftnál a boci pukit említetted, akkor gondoltál arra, hogy ez mennyire befolyásolja az üveghatású gázok kibocsátását? Üvegházhatás, fokozó gázok. Persze, bármelyik is lehet átlátszó, azt így magában nem volt, nem csak gondoltam, szólok. Tehát, ha a boci szóval, üvegházhatású gázok. Sünni néni doesn't approve. Sünni néni? Mi? Mi van? Videót kellett volna néznem rólad? Mi még itt nem tartunk. Mi még itt. Igen, ez nagyon szépen pontosan fogalmaztál szavanként. Így. Úgy szoktam egyébként. Néha van, hogy gondolatokat fogalmazok meg, de azokat is megpróbálom szavanként. Aztán beadják a gyógyszeret. Igen, igen, van, amikor gondolatokat festékbe öntök. Vagy gipszbe. Tehát. Akkor jó van. Mindegy, kell bónusztrek is. Igen. Gondoltam, megvárom, amíg lefagy. Megvan. Nem tudom, mi baj van.